Mindenkit megdöbbentett a hír, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt az olimpiai bronzérmes, hétszeres világbajnok párbajtőröző Szalai Gyöngyi. A kiváló sportoló és edző egy évvégi rendezvényen lett rosszul. Két újraélesztést követően szállították kórházba, de az életét már nem tudták megmenteni. Rigg Lajos országgyűlési képviselő, Tapolca korábbi alpolgármestere a vendégem. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát döbbenetes a hír és nagyon megrázó, különösen úgy, hogy ön ott volt a helyszínen, sőt, ennél még sokkal többet tett, megpróbálta újraéleszteni Gyöngyit. Hogyan lehet ezen az embernek túltennie magát, még akkor is, hogyha nem egy közeli hozzátartozó? Ugye 22 évig dolgoztam az egészségügyben, ez az ominózus eset, ez egy kolbásztöltő fesztiválon volt, a Tapolca 6. alkalommal rendezte ezt, meg Gyöngyi a vívóklub csapatával is részt vett, pont a mellettünk lévő asztalnál. Én a zsűribe voltam, és a díjakat adtuk át, és Gyöngyi feljött a színpadra, ő volt a díjazottak előtt az utolsó, akinek oklevelet adtunk át. Lement a színpadról, nem lehetett rajta látni semmi jelét, hogy rosszul lenne, és akkor ismerőseim, barátaim szóltak, hogy azonnal menjek, mert Gyöngyi rosszul van. Akkor még nem tudtuk, hogy miből áll ez a rosszulét, de akkor láttam, egy civil autóba próbálták betenni, akkor már kezdte elveszteni az eszméletét, és mondtam, inkább ne tegyük be abba az autóba, mert úgy nem tudunk rajta segíteni sehogyan se. Lefektettük, akkor már eszméletlen volt, kortiszán nem lehetett a pulzus tapintani, légzésre nem volt ott, azonnal megkezdtem az újraélesztést, és akkor még sikerült is egy másfél perc után visszahozni az életbe. Beszéltünk vele, reagált a kérdésekre, adekváltan válaszolt, kézszorítás, lábmozgások voltak, majd közben ugye értesítettük a mentőket is, akik nagyon gyorsan kiértek, és ők egy úgymond eszközös, szakszerű ellátásba részesítették, de a mentőbe, ahol szintén segítkeztem, újból összeomlott a keringése. Gyógyszeres támogatás mellett helikopterre szállították Veszprém intenzív osztályra, ahol aztán elhalálozott. Hát ez egy borzasztó vége volt ennek a rendezvénynek, és tulajdonképpen az évnek is. Próbáljunk egy kicsit arról beszélni, hogy mi az, amit veszített ezzel Tapolca és az ország. Egy elképesztően kiváló sportolót tulajdonképpen, aki szívét, lelkét ugye Tapolcának adta, hiszen ő is dolgozott alpolgármesterként a városban. Így van, nagyon jól mondta, tehát nem csak Tapolc, hanem én azt gondolom Magyarország és az egész magyar nemzet vesztett vele, hiszen azért a női párbajt törvívók közül a legnagyobb eredményt ért el itt Magyarországon, Atlantába, 96-ba, és bekerült Tapolca büszkeségei közé, az olimpiai falra is felkerült, nagy kormány kitüntetéseket is kapott, a megyei közgyűléstől is kapott kitüntetést, és ahogy ön mondta, alpolgármesterként, tehát közéleti szereplése is volt ezek után, és mint alpolgármester sem politikát vitt a város életbe, hanem a sporttal, az ifjúsággal foglalkozott, ahogy tette ezt évtizedeken keresztül a vívóklubjába. Én azt gondolom, hogy ez minden egyes ember számára veszteség. Gyöngyit nagyon sokan ismerték Tapolcán, szerették a diákjai, növendékei, megrendülve tapasztalták ezt a tényt, hogy ilyen gyorsan, ilyen fiatalon el lehet veszíteni egy ilyen jó sportolót, egy ilyen jó ember. Ugye a Tapolcai Vívó klubot is ő alapította. Mi lesz most ennek a sorsa? Hogyan alakul? Én közben nézegettem, keresgéltem, és láttam, hogy rengeteg pályázatot nyert, rengeteg támogatót szerzett itt most decemberben, tehát tele volt tervekkel építeni tovább. Fent fantasztikus fiatalokat nevelt ki, akik már letették a névjegyüket. Ugye Siklósi Gergely például az ő tanítványa volt, aki most már Budapesten tanul, és hát gondolom ő is elképesztő sok hatásként értesült erről a hírről. Tehát hogyan lesz tovább? Ki az, aki ezt át tudja venni? Marad ez a vívóklub? Én bízok benne, hogy marad. Ez a város érdeke is, és azt gondolom, hogy aki Gyöngyinek a tanítványai voltak, ők is szeretnék, hogy megmaradjon, és ezért fog a városvezetés is, és többek között én is küzdeni, hogy megmaradjon, hiszen óriási eredményeket mutattak fel az elmúlt időszakban. Óriási, nagyon nagy elképzeléseik voltak a jövőre való tekintetben. Én azt gondolom, hogy minden egyes olyan támogatást meg kell adnunk nekik, hogy ez a vívóklub fennmaradjon, Gyöngyi emlékét őrizzék, az ő
sporttevékenységét és oktatás formáját vigyék tovább, hiszen most újult meg ez a vívóklub, és felvette a Tapolcai nevet, ezzel is ugye büszkélkedhetünk, és azt gondolom, hogy most a Tapolcai szakosztály, ami összefogja az összes sportszakosztályt, és a vívóklubnak a növendékei edzői összejönnek, és a közeljövőben, hiszen Pozsony, ha jól tudom, most 12-én Pozsonyban lesz egy versenyük, tehát két nap múlva itt lépni kell, és hogyha jól tudom, polgármester úr és a mögött álló stáb már felvette a kapcsolatot, én bízok benne, hogy ez megmarad, ezért kell küzdenünk, hiszen Gyöngyi ezért élt, és én azt gondolom, hogy ezt nekünk, ezt a lángot, hogyha lehet ilyet mondani, ezt tovább kell nekünk vinni Tapolcán. Azt is láthattuk, hogy ugye próbálta, hiszen minden klubnak az alapja az utánpótlás, és próbált ezt kibővíteni, tehát különböző általános iskolákkal próbált olyan kapcsolatot, hogy akár oktatási jelleggel, akár szakkör jelleggel, vagy bármilyen névvel is illessük, azért azért gyerekek kezdjenek megismerkedni a vívással, hogy bővüljön ez a kör. Mi lesz ezzel? Ezeket lehet-e továbbvinni? Van-e olyan személy, akit már lehet látni, hogy igen, akkor ezt viszi tovább? Ugye azt mondják, hogy oktatót mindig lehet találni, de megfelelő oktatót viszont nagyon nehéz. Megfelelő oktató az, akit elfogadnak a diákok is, megfelelő oktató véleményem szerint az, aki a megkezdett úton viszi tovább a csapatot, és nem egy új utat mutat neki, hiszen több mint 70 tanítványa volt, növendékek, akik nagyon szép eredményeket értek el az elmúlt időszakban, és hogyha ezt az utat folytatják, akkor lehet eredményes ez a klub. És ha még egyszer, tehát én nem vagyok jártas annyira ebbe a sportágba, de azért belelátva egy ismerősöm révén, és megkérdeztem, hogy van-e olyan ember a láthatáron, aki át tudná-e venni ezt a munkát, tovább tudná-e vinni azt a folyamatot, azt a tanítási formát, amit Gyöngyi belevitt az oktatásba, biztatott rá, hogy van ilyen oktató Tapolcán, ugye ezt a szakosztálynak kell eldöntenie, és a városvezetés is mellé fog állni. Én azt gondolom, hogy meg tudjuk csinálni, és sőt, nem is az, hogy meg kell, hogy meg csinálni. Kell, most már ezek után különösen meg kell csinálni. Ugye nem csak a vívás, hanem gondolom ezzel együtt a közösségi sportolás is valamilyen szinten fellendült, vagy ezt tulajdonképpen húzta magával. Ott mi a helyzet? Mennyire mozdította meg Tapolca lakosságát, mondjuk más sportágak szempontjából, akár futóversenyek szempontjából, bármilyen más úszóversenyek szempontjából? Tehát mi az, amit ide még tulajdonképpen az ő lendületével a sportélethez lehetett csatolni? Ez egy húzó kategória volt, és azt gondolom, hogy Tapolca tekintetében a vívás volt a legeredményesebb sportág, de ez mellett még működik női kézilabda szakosztály, futball szakosztály, ha jól tudom, megye 3-as, de az úszást még sajnos még nem tudjuk, mert csak strandunk van, a tanúszoda az most épül, és bízunk benne, de épül, bízunk benne, hogy a közeljövőben ebbe a sportágba is beállhat Tapolca, de ott van választókerületemben például Ajka, ahol már vízilabda csapat is van, tehát TAO támogatásból ott is tudtak építeni egy ilyen csarnokot, de maga a városnak a közélete, a sportélete, én azt gondolom, hogy mind megyei, mind országos szinten is kiemelkedő. Hiszen hogyha csak azt az egy szakosztályt, amit most itt beszélgetünk, a vívást nézzük, abban nagyon kiemelkedő Tapolca, és erre mi nagyon büszkék vagyunk. És hát sajnos már lesz a búcsúztatás. Igen, itt a stúdió beszélgetés után beülök az autóba, és 11 óra 30-kor lesz egy a római katolikus templomba egy megemlékező mise, és 13 órakor lesz a temetés. Polgármester úr, illetve a város az a rendezést azt magára vállalt, a Vívó Szövetség, illetve a MOB a költségeket állja. Itt a rendőrséggel felvették a kapcsolatot, azért nagyon nagy tömegre kell számítanunk ott a polcán, tehát ez nagyon nagy szervezést is igényelt, hogy megfelelő legyen a közlekedés, a biztonság, mindenki megfelelő helyre kerüljön, megfelelő helyre álljon, ne álljon meg a közlekedés a főútvonalon. Azt gondolom, minden egyes olyan lépést megtett polgármester úr és a mögött álló stáb, ami méltóvá teszi ezt a megemlékezést a ma délután. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Megtisztelő volt.